Július 3-án a Bonyhádi Kaszinókertben indulnak a koncertek. Többek között Tatai Kata pécsi előadó estjével lehet hangolódni a nyárra, és ismerkedhetnek meg a különböző műfajokkal a zenerajongók. A Térzene projekt keretein belül Kata közismert pop, folk és filmzene betétekkel kedveskedik a közönségnek. Zongorán a Vivat Bahus zeneszerzője Balási Szabolcs kíséri. A Bonyhádi önkormányzat is csatlakozott ugyanis a Térzene programhoz. Bonyhád város önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Térzene program 2021-22-es kiírására. Ez egy 7,5 millió forintos visszanemtérítendő támogatást jelent, amelynek köszönhetően a következő egy évben 30 koncert fog megvalósulni Bonyhád különböző pontjain. Ezt a programot azzal indította útjára az Emberi Erőforrások Minisztériuma, hogy a települések közterein újra rendszeresen felcsendüljön a minőségi magyar zeneművészek klasszikus világ és népzenéje, így jutatva el kiváló zenészeink alkotásait a társadalom szélesebb rétegéhez. A Térzene programnak az alapvető célja az az, hogy a lakosság körében alul reprezentált klasszikus zenét népszerűsítse és könnyen elérhetővé tegye. Éppen ezért ez ingyenes, zömében szabadtéri koncertalkalmakat jelent. Mivel itt most a post-covid időszakról beszélünk, és a cél az szintén a közösségi kulturális életnek a felpezsdülése, ezért komoly reményeket fűzünk a program sorozathoz, és reméljük, hogy népszerű lesz a közönségnek a körében. Mindent el fogunk követni ennek érdekében. A célcsoport az abszolút vegyes, tehát az a célunk, hogy már a legfiatalabbakat is meg tudjuk szólítani adott esetben ilyen kis hangszerbemutatóval, összekötött koncertekkel, és talán kedvet kaphatnak a zenéléshez, zenehallgatáshoz. Azt még szeretném hozzáfűzni, hogy ugye klasszikus zenéről beszélünk, itt sokan Mozartra, Beethovenre asszociálnak, de ez a program nem csak erről szól, inkább csak részben. Itt az esztétikai értelemben vett klasszikus zenére kell gondolni, tehát minden, amire azt mondhatjuk, hogy magas kvalitással bíró zene. Szeretnénk kihasználni azt, hogy Bonyhád egyre inkább bővelkedik a szabadtéri kulturális közösségi helyszínekben, legyen szó itt a kaszinókertről, vagy a frissen átadott percelkúrjáról, a családi pihenőparkról. Ezeket a helyszíneket a járványhelyzet szabályainak betartásával szeretnénk minél inkább kihasználni. A koncertek mellett elsősorban színházi előadásokkal készülünk. Július 10-én este 8 órakor egy színes, dinamikával és érzelmekkel teli zenei utazásra várják ismét az érdeklődőket a kaszinókertbe. Bonyhádra egy szekszárdi duó érkezik. Kalaúz Attila énekes-gitáros és Ucsovai Damján, egy fiatal tehetséges énekes-zongorista akusztikus koncertje élménydús előadást ígér. Majd augusztus 17-én jön a szaxofon kvartett, Havasi Kristóf félmélezte formáció léppel, ismét a kaszinókertben. Ez az együttes tavaly összeállt össze a budapesti Bartók Konzi növendékeiből. A bonyhádi születésű Kristóf bariton szaxofonon játszik majd.